A szivattyúk működnek Körtvélyesnél, a víz ömlik a felvíz csatornába. Vajkánál, ahol a tározó építésének idejére egy átjárót építettek, már nem lehet szárazon átkelni. Az öreg Duna és a csatorna közé szorult bodakiaknak, vajkaiaknak, doborgaziaknak meg kell kerülni az egész tározót, ha Somorjára vagy Pozsonyba akarnak menni, ez pedig több mint 40 kilométeres kerülő. A szivattyútelep üzembejezése ellen tovább tart a tiltakozás. Durai Miklós, az együttélés mozgalom vezetője és a somorjai polgármester helyettes reggel kialkutta a telepet őrző rendőrök parancsnokánál, hogy a tüntetők megnézhessék a vízátemelést. A mai demonstráció résztvevői tiltakozó petíciót fogalmaztak, amelyet a szlovák kormányfőnek, Jan Csarnogórszkinak címeztek. A szlovák kormány nem vette tekintetbe az eddigi tiltakozásokat, a környező lakosságnak az ellenállását, a körülbelül 60 vagy 70 önkormányzatnak a tiltakozását, és a szakemberek véleményét sem. Az úszó hajóról az egyik csövön keresztül megkezdték a szivattyút. A legnagyobb veszély, ami bennünket és mindannyiunkat fenyeget, az, hogy egy teljesen kiszámíthatatlan politikai légkörbe kerülünk át január 1-e után. Hogy érinti önöket a bősi probléma? Milyen cselekvési tér marad önök számára? Hát tulajdonképpen mi sem tudunk sokat tenni, pontosabban mi tudunk a legkevesebbet tenni, hiszen azokat az állampolgári jogainkat, amelyeket kihasználtunk tiltakozásra, tüntetésre, azokat is korlátozták, a petícióinkat nem vették át, és nem hallgatták meg a környékbeli lakosság véleményét. Noha mi nem vízjerőmű ellenesek vagyunk, vízenergia ellenesek, hanem mi elsősorban a környezetet és a lakosságot védjük.